Autonómia. Érdemi vita nélkül seperte le a parlament mindkét háza a székelyföldre és az erdélyi magyarságra vonatkozó három autonómia tervezetet. Schengen. Az EU tagállamai szombat este jóváhagyták a két ország részleges csatlakozását a schengeni övezethez. Márciustól megszűnnek az ellenőrzések Romániában és Bulgáriában a repülőtéri és a tengeri határátkelőkön. Katolikus iskola. Ismét elutasította a Maros megyei tanfelügyelőség a II. Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai líceum újraalapítására vonatkozó kérést. A kérdésről a tanügyminisztérium fog dönteni. Az Erdélyi Magyar Televízió híradóját látják, köszöntöm nézőinket. Rendkívüli gyorsasággal, érdemi vita nélkül seperte le a parlament mindkét háza a székelyföldre és az erdélyi magyarságra vonatkozó három autonómia tervezetet. Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke szerint a román politikum még nem érett meg ilyen jellegű kezdeményezések támogatására, de nem adják fel a küzdelmet. Elutasította az év utolsó napjaiban a képviselőház, majd döntőházként a szenátus is azt a három autonómia tervezetet, amelyeket az RMDSZ listáján mandátumot szerzett két politikus, Kulcsár Terza József és Zakariás Zoltán nyújtottak be. Ez alig ha meglepő, hiszen a benyújtást követően rendkívül gyorsan reagált, és a tervezetek gyors elutasítását kérte a házelnöktől Márcsél Csolákú miniszterelnök is. A felsőház hibrid, azaz részben személyes részvétellel, részben online zajló ülésén a Székelyföld autonómia statutumára vonatkozó tervezet elutasítását 104 szenátor támogatta, mindössze 8-an ellenezték. A szájhős Diana Sosak ezúttal sem cáfolta meg önmagát, a pulpitusról a magyarokat sértegette. Azt üzenem az RMDSZ-nek és Magyarországnak, hogy ismét felakasztjuk a bocskorokat a magyar parlamentre, hogy az RMDSZ, Orbán és Novák Katalin fejéből kifüstöljük az önrendelkezési törekvéseket. Ha nem tetszik valami, menjetek Magyarországra, ahol még a jelölési jogot sem adják meg nektek. Románia megadta nektek azt a jogot, hogy jelöltessétek magatokat a parlamentbe egy olyan alkotmányi révén, amelyet most megszégyenítettetek. Zakariás Zoltán elmondta, a tervezetekről nem zajlott érdemi vita. Nyilvánvaló, hogy a román politikai elit lehet nyugodtan azt mondani, hogy nincsen megérve ezekre a gondolatokra. Hát maga a miniszterelnöknek a kijelentése, hogy az autonómiáknak nincsen helye egy demokratikus államban, tehát maga ez a mondat azt jelenti, hogy igazából nem értik. Igazából nem értik, hogyha nem értik, akkor félnek tőle, és akkor ilyenkor zsigeri reakcióból rendezik le az ügyet. Hozzátette, az Erdélyi Magyar Szövetség nem adja fel a küzdelmet, a tervezeteket újra be fogják nyújtani. Zakariás Zoltán szerint meg kell ragadni minden alkalmat arra, hogy a román féllel megértessék, hogy mit is jelent valójában az autonómia, az önrendelkezés különböző formái ugyanis már egész Európában elterjedtek. Márciustól megszűnnek az ellenőrzések Romániában és Bulgáriában a repülőtéri és a tengeri határátkelőkön, azt követően, hogy az EU tagállamai szombat este jóvá hagyták a két ország részleges csatlakozását a schengeni övezethez. A cél továbbra is a teljes schengeni csatlakozás. Egyhangulag jóvá hagyták szombat este az EU tagállamai Románia és Bulgária részleges csatlakozását a schengeni övezethez, miután a térség bővítését utolsóként ellenző Ausztria visszavonta vétóját. A döntés értelmében márciustól a két országban megszűnnek az ellenőrzések a repülőtéri és a tengeri határátkelőkön. Az EU tanácsának spanyol elnöksége közölte, a repülőtéri és tengeri határellenőrzések megszüntetésére 2024 márciusában kerül sor. Ugyanakkor Ausztria, Bulgária és Románia vállalta, hogy 2024 tárgyal a szárazföldi megszüntetés időpontjáról is. Márcsél Csolákú kormányfő a csütörtöki kormányülésen méltatta a részleges csatlakozás fontosságát. Ridicarea granițelor aeriene și maritime din martie 2024. A légi és a tengeri határátkelők ellenőrzésének 2024 márciusától történő megszüntetése hosszú tárgyalások eredménye,
de nem állunk itt meg. Folytatjuk erőfeszítéseinket jövő évben is a teljes schengeni csatlakozás érdekében, és örülök, hogy a jelek szerint megvalósítható a célkitűzés. Hangsúlyozta a mostani az első konkrét eredménye annak a 13 éves időszaknak, amelyben sok volt a beszéd, és annál kevesebb a megvalósítás. Klaus Johannis államfő szombatesti közösségi oldalon közzétett bejegyzésében úgy értékelt, fontos lépés Románia márciustól történő részleges schengeni csatlakozása. Mint írta, a mérföldkőnek számító eredmény az összes illetékes intézmény, különösen a belügyminisztérium és a külügyminisztérium aktív szerepvállalásának köszönhető. Közölte, Románia prioritása a teljes schengeni csatlakozás. Szombat éjjel az Európai Unió vezetői sorban gratuláltak Romániának és Bulgáriának a részleges schengeni csatlakozáshoz. Romániában az ellenzék ugyanakkor keményen bírálta a kormányt, amiért kevéssel beérte, hisz a szárazföldi határokon nem szűnik meg az ellenőrzés, nem lett gördülékenyebb az áruforgalom és a határmenti ingázók helyzete sem. Gerhard Karner, osztrák külügyminiszter pedig tagadta, hogy jelenleg tárgyalásokat folytatnának a teljes körű csatlakozásról. Nehéz év volt a 2023-as év Románia számára, főként gazdasági szempontból, de a politikai szintéren is. Híradónk politológust kért, hogy elemezze az évet. Székely István Gergő politológus szerint Románia külpolitikai jelentősége biztosan megszilárdult a régióban. Egyértelmű, hogy a NATO-ban Románia most már kulcsfontosságú szereplő, látszik abból is, hogy számos katonai biztonságpolitikai fejlesztés zajlott az országban az idén. Kiemelte, hogy úgy néz ki, egy kis előrelépés történt Schengen ügyben, hiszen van esély arra, hogy Románia a repülőterekkel csatlakozzon az övezethez. Ennek szerinte ára lesz például a menekültek befogadása, amely alapjául szolgál majd a jövő évi választási kampányoknak is. Ugyanakkor megerősödni látszanak a szélsőséges nacionalista pártok, mint a Románok Egyesülésért Szövetség, vagy Diana Sosoak pártja, az SOS Románia. Ennek hátterében a politológus szerint az állhat, hogy az alsó középosztály cserben hagyottnak érzi magát, és hajlamos a szélső jobb pártok irányába fordulni. A legfontosabb mögöttes okot kéne kiemelni, akkor szerintem az van, hogy az összes romániai párt úgymond egyfajta ilyen neoliberális konszenzusnak a híve, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljesen elengedték az alacsony jövedelemből élő, a munkásosztályt, a mezőgazdaságból élőket, és ehelyett gyakorlatilag egy az egyben a tőke érdekeit nézik, és hát ez itt csapódik le. És ez egy klasszikus mintázat, tehát ez a 30-as években is így történt. Hozzátette, a szélsőséges pártok megerősödése ugyanakkor nem romániai sajátosság, Európa szerte ez történik. Köze van ennek a gazdasági válsághoz, a közelben zajló háborúkhoz. Romániában ugyanakkor hozzájárul még az is, hogy a két nagy párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt, amelyek elvileg ellenfelek kellene legyenek, nagy koalícióban kormányoznak. A szakértő szerint a két pártban továbbá nincsenek karizmatikus politikusok. Az erdélyi magyar politika szempontjából talán legfontosabb az RMDSZ kiszorítása a kormánykoalícióból, véli a szakértő. Valószínűleg ugyanakkor nem volt nagy tragédia kilépni a kormányból, amikor fel kell készülni 4 vagy 5 választásra, és egy olyan gazdasági helyzetben, amikor nem lehet megkerülni a megszorító intézkedéseket, fogalmazott a politológus. Habár a statisztikák januárra várhatóak, Rácz Béla Gergely közgazdász becslése szerint 2023-at egy 2%-os gazdasági növekedés és 7,5%-os infláció jellemzi. Régiós összehasonlításban a román gazdaság 2023-ban is növekedett, mondta el Rácz Béla Gergely közgazdász. Statisztikák még nincsenek az idei évre, de az inflációt sikerült jelentősen csökkenteni, ugyanakkor egy 2%-os gazdasági növekedésre számítanak a szakértők. Infláció tekintetében 7,5%-ot becsülnek, ami régiós összehasonlításban jónak számít. Ezek a fő makrogazdasági mutatók, viszont a közgazdász szerint ennek van árnyalatai, amelyek leginkább abban látszanak, hogy a társadalmi különbségek felerősödtek. Az idei év egyik fontos mozzanata volt ugyanakkor a deficit csökkentő, számos megszorítást, valamint adó és illetékemelést tartalmazó intézkedéscsomag elfogadása, amelyre azért kényszerült a kormány, mert a költségvetési hiány jóval magasabb volt a tervezetnél. Ez az intézkedés a szakértő szerint azonban nem hozott jelentős változást. Valóban történt némi költségcsökkentés, de ahhoz képest, hogy milyen
milyen mértékben növelték a kiadásokat, ahhoz képest a költségcsökkentő intézkedések azok inkább csak ilyen porhintésnek számítottak, és igaziból hatalmas vagy jelentős költségvetési vonzata ezeknek nem lesz. A kiadásoknak a fedezetére Romániában hiteleket vesz fel, másodszorban pedig egyelőre a vállalkozói szektor terhelte többletadókkal, és ebből próbálja kompenzálni a kiadásoknak a fedezetét, és az a költségcsökkentés az gyakorlatilag csak csepp a tengerben. Voltak olyan kormányzati döntések, amelyek hatással lesznek a makrogazdaságra. Ilyen például az új nyugdíjtörvénykönyv és a nyugdíjpont emelése. A jövő évi költségvetést a héten fogadta el a kormány, amelyben az államaparátus egy 3,4%-os gazdasági növekedéssel számol, 6%-os inflációval és 5%-os költségvetési hiánnyal. Ez a közgazdász szerint túlzottan optimista előrejelzés, egy reálisabb becslés lenne a 3% alatti gazdasági növekedés, ugyanakkor az 5%-nál jelentősen nagyobb költségvetési hiányra számít. Számos kihívást hozott a 2023-as év, de Románia helytállt a megpróbáltatásokkal szemben. Ez alapot biztosít arra, hogy bizakodva tekintsünk a 2024-es esztendőre, közölte újévi üzenetében Klaus Johannis államfő. 2024 minden állampolgár számára jobb év lesz, állítja a miniszterelnök is. A román állampolgárok kemény megpróbáltatásokkal és bizonytalansággal teli időszakot zárnak 2023 végén, de Románia biztonságos ország maradt, stabil kormánnyal, amely folytatta az állami intézmények korszerűsítését, fogalmazott Klaus Johannis államfő az újévi üzenetében. Tagjai vagyunk a NATO-nak, történelmünk legnagyobb biztonsági garanciáival rendelkezünk, majd az ország gazdasági helyzetéről beszélve kiemelte, Románia gazdasága szilárd alapokon áll, és az elmúlt évben sikerült megerősítenie energiafüggőségét. Finalul de an este și o bună ocazie pentru a primi. Az év vége jó alkalom arra is, hogy optimistán és bizakodva tekintsünk a jövőbe. Hatalmas fejlődési potenciállal rendelkezünk, és a 2024-es választási év olyan döntések elé állít mindannyiunkat, amelyek meghatározzák országunk sorsát. Ezért létfontosságú, hogy minden választáson éljünk szavazati jogunkkal, ha azt akarjuk, hogy Romániát olyanná tegyük, amilyenné mi szeretnénk. Fogadjuk tehát a 2024-es évet reménnyel és azzal a meggyőződéssel, hogy együtt minden akadályt le tudunk győzni. Újévi üzenetében Marcel Ciolacu miniszterelnök kifejtette, hogy 2023-ban a legnagyobb kihívás számára a román állampolgárok életszínvonalának védelme volt. Am luat măsuri împotriva creșterii prețurilor. Știu că nu este suficient. Intézkedéseket hoztunk a drágulások ellen. Tudom, hogy ez nem elég, az árak sokak számára még mindig magasak. Mi több, befektettünk a romániai termelésbe. Ez az egyetlen módja annak, hogy romániai termékeket vásárolhassunk Romániában, és támogatni tudjuk a romániai gazdákat és vállalkozókat. Ahogy ígértük, jelentősen csökkentettük az inflációt, és remélem, hogy jövőre még tovább csökken. Újra tárgyaltuk és módosítottuk az országos helyreállítási tervet, kivettük a 9,4%-os küszöböt, amely 2070-ig befagyasztotta volna a nyugdíjakat. Így jövőre kétszer emelhetjük a nyugdíjakat. Az állam 30 éve halogatott reformja végre elkezdődött, befektetünk az egészségügybe és az oktatásba, megemeljük a tanárok fizetését, a gazdasági növekedéshez pedig a beruházások, nem pedig a fogyasztás járult elsősorban hozzá, mondta. Ciolacu kifejtette, hisz abban, hogy 2024 jobb év lesz minden román állampolgár számára. Pert nyert a csendőrséggel szemben Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, jelentette be vasárnap a közösségi média oldalán. A csendőrség az SNT 2023. március 10-én megszervezett Székely Szabadságnapja kapcsán állított ki 1000 lejes bírságot tartalmazó jegyzőkönyvet Izsák Balázs nevére, mivel a rendezvényt betiltottnak minősítette. A büntetés összegét az elnök nem fizette ki, ehelyett eljárást indított a jegyzőkönyv és a büntetés érvénytelenítéséért. A Marosvásárhelyi Bíróság 2023. december 28-ai alapfokú ítéletében érvénytelenítette a bírságról szóló jegyzőkönyvet, és a 300 lejes perköltségek kifizetésére is kötelezte a csendőrséget, áll az SNT elnök által közzétett ítéletben. A bíróság döntése nem jogerős, 30 napon belül megfellebbezhető. A csendőrség korábbi években hasonló okok miatt kiszabott bírságait is rendszeresen érvénytelenítette a bíróság.
2024 nehéz év lesz az önkormányzatok számára, miután a kormány újabb csapást mért rájuk azzal, hogy a személyi jövedelemadóból származó bevételt megnyírbálják, mondta Antal Árpád Sepp-Sziszent György polgármestere. Országosan összesen 12 milliárd lejjel csökkentenék a települések költségvetését. De gyakorlatilag úgy adott kedvezményeket a kormány, hogy ezek az intézkedések az önkormányzatoknál bevétel kiesést okoztak. Eddig is csökkentették a személyi jövedelemadóból származó bevételt az önkormányzatoknál, amikor adókedvezményeket adtak bizonyos munkakörökre. De az sem okozott akkora bevétel kiesést, mint az új rendelet. A személyi jövedelemadó alkotta eddig az önkormányzatok bevételének gerincét. Szinte 100%-ban a települések kapták meg az ebből származó összeget, magyarázta Antal Árpád sajtótájékoztatóján. Az új kormányrendelettel a nyugdíjak, osztalékok és banki kamatok utáni járulékokat vennék el. Országosan ez 12 milliárd lej kiesést jelent. Sepp-Sziszent György esetében is 20 millió lejnyi a hiány. Antal Árpád szerint ez hatalmas anyagi veszteség, ha az RMDS kormányon lett volna, biztosan nem hozták volna meg ezt a felelőtlen döntést. Hát súnyi módon hozta meg a kormány ezt a döntést, 12 milliárd lejt lopnak el az önkormányzatoktól. Nem is a költségvetési törvényben, hanem egy sürgősségi kormányhatározatba csempészték be ezt a módosítást, ami az önkormányzatok autonómiáját, erejét adó legfontosabb bevételüket csorbítja, a személyi jövedelemadót. 12 milliárd lesz hatalmas összeg. Ez azt jelenti, hogy minden önkormányzat jövő évben 15-20%-kal kevesebb saját bevétellel fog rendelkezni. A sürgősségi kormányrendeletet megvétózhatja még a parlament tavasszal, de az óra addig is ketyeg, az a pár hónap is hatalmas kiesést jelenthet az önkormányzatoknak. Ha pedig véglegessé teszik a döntést, az nagyon komoly problémákat fog okozni a településeknek, kevesebb pénz jut majd az intézmények fenntartására és a beruházásokra is. Elég jól néznek ki az állami költségvetés végrehajtásának adatai és a 2023-ra vonatkozó előzetes pénzügyi adatok, ezt Márcsél Bolos pénzügyminiszter közölte évvégi sajtótájékoztatóján. A fontos részletekbe azonban nem ment bele a tárcavezető. Nem fényesek, de azért elég jók az állami költségvetés végrehajtásának adatai, jelentette ki Márcsél Bolos. Hajnali 2 órakor fejeztük be a költségvetés végrehajtásával és az előzetes pénzügyi adatokkal kapcsolatos utolsó számításokat, és közölhetem, hogy ezek az adatok elég jól néznek ki. Persze nem annyira, amennyire szerettem volna, de végső soron jól zárja az évet az ország, és adottak a feltételek ahhoz, hogy az uniós alapokból finanszírozott beruházások, amelyek annyira fontosak az ország számára, 2024-ben is folytatódjanak. Arról azonban, hogy mekkora költségvetési hiánnyal zárta a 2023-as évet az ország, a pénzügyminiszter nem kívánt nyilatkozni. Mindössze arról közölt adatokat, hogy decemberben az országos adóhatóság nagy adóteljesítményű adózókkal foglalkozó főigazgatóságának sikerült teljesítenie a 16 milliárd lejes adóbehajtási tervet. 34 milliárd 700 millió lej behajtását tűzte ki célul, és 35,5 milliárd lej folyt be. Ez jól jelzi, hogy meg lehet csinálni, fogalmazott a tárcavezető. Bolos szerint az uniós forrásokból származó bevételek tekintetében is a decemberi volt a legjobb hónap 2023-ban, 13 milliárd lejes bevétellel. A Marosvásárhelyi Tanfelügyelőség vezető tanácsa újfent elutasította Marosvásárhelyi önkormányzatának kérését, hogy a katolikus osztályok váljanak ki a Bolyai Farkas elméleti líceumból, és alkossanak újra önálló felekezeti iskolát. Az átszervezésről a tanügyminisztérium hatásköre dönteni. Továbbra is akadályozza a Maros megyei tanfelügyelőség a Marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapítását. Marosvásárhely önkormányzata a törvényes kereteket és lehetőségeket figyelembe véve azt kérte, hogy a katolikus osztályok váljanak ki a Bolyai Farkas elméleti liceumból, és alkossanak újra önálló felekezeti iskolát. Az idén életbe lépett közoktatási törvény alapján ugyanis az önkormányzatok és tanfelügyelőségek közösen döntenek a tanintézetek létrehozásáról és átszervezéséről. A Maros megyei tanfelügyelőség vezető tanácsa ebben azonban nem volt partner, a testület többségben lévő román tagjai elutasították a javaslatot. Mint azt gondolom sejtjük, a magyar kollégák mindannyian megszavaztuk a romai katolikus iskolának
a kiválását, a létrejöttét, és a többségi kollégák pedig elvetették azt, mondván, hogy nem időszerű és nem szükségszerű, hiszen az ott tanuló, a jelenleg a Bolyai kötelékében tanuló diákok minden tanuláshoz való joga és feltétele biztosított. Abban az esetben, amikor a helyi önkormányzat és a tanfelügyelőség álláspontja eltér, a tanfelügyelőség a vitás kérdést köteles a tanügyminisztériumhoz továbbítani, így a katolikus iskola sorsáról is a minisztériumban fognak dönteni. A minisztérium várhatóan január 8-a és 15-e között fogja közölni a tanfelügyelőséggel az átszervezésre vonatkozó válaszát. Nőttek az üzemanyagárak január 1-től, miután a kormány nemrég elfogadott sürgősségi rendeletével növelték a jövedéki adókat, a benzinára 29, a gázolajára pedig 26-banival drágult, és júniustól további növekedésre lehet számítani. Növekedett január 1-től a benzin és a gázolajára a kormány döntése következtében, amellyel a jövedéki adók szintjét az inflációhoz igazítják. Eszerint a benzin jövedéki adója január 1-én 13,7%-kal, a gázolajé pedig 13,35%-kal emelkedik a 2023-ban érvényes adóhoz képest. Január 1-től a benzin literenként 29 banival drágult, így annak az ára most 6 lej 84 bani. A gázolajára pedig literenként 26 banival nőtt, így az jelenleg 7 lej 29 bani. Ezek az összegek a benzinkutaktól függően néhány bani eltérést mutathatnak. 2024. július 1-től újabb növekedés várható a jövedéki adó további növelése miatt, így a benzinára az év felétől kezdődően literenként 43 banival, a gázolaj pedig 40 banival fog emelkedni. Ez alapján a jövedéki adó 2024 egészére vonatkozó emelése a benzin árának 11%-os növekedését eredményezi, ami literenként 72 banit jelent, a gázolaj árának pedig 9,5%-os emelését, ami literenként 66-bani növekedést eredményez. Az Európai Unió lakosságának 9,3%-a nehezen tudja fűteni az otthonát, sokaknak komoly gondot okoz a számlák kifizetése. Romániában sincs ez másként, ahol a háztartások fele nehezen vagy nem tudja kifizetni a magas fűtésszámlákat. A romániai háztartások fele nehezen vagy egyáltalán nem tudja kifizetni a magas energiaszámlákat, azaz energiaszegénységben él. A vidéki településeken az arány közelebb van a háromnegyedhez. A háztartások 37,3%-ának túl drága az áram, 10-ből 2 a minimálisra csökkentette a fűtést, hogy spóroljon. Az energiaszámlák kifizetése után a szegénységi küszöb alá süllyedő háztartások aránya elérte a 21,1%-ot. Ugyanakkor a romániai háztartások 21,7%-a az európai átlagnál több energiát fogyaszt, ami összefügg az ingatlanok alacsony hőhatékonyságával, a rossz szigeteléssel, ami megnöveli a fűtésszámlát. Vannak olyan háztartások is, amelyekben nincs megfelelő hozzáférés az energiaforrásokhoz, más alternatíva azonban nincs, magyarázta Nagybege Zoltán energiaügyi szakértő. Azt látjuk, hogy az utóbbi időben tagadhatatlan, hogy a román állam gondoskodott valamilyen szinten ezekről a rétegekről is. Már több mint két éve bizonyos fogyasztó rétegeknek vannak különböző támogatások, árbefagyasztás, kompenzációs rendszer, stb. De ez mind csak a magas áraknak a tudod, negatív hatásának a leküzdésére volt bevezetve, és hát hosszú távon sajnos nem is fenntartható. Úgy vélte, leginkább olyan beruházásokkal tudna az állam segíteni, amelyek az energiahatékonyságot támogatják. Az energiaszegénység egyébként európai szinten is rekordokat döntöget. A tavalyi évben az Unióban minden tizedik család került abba a helyzetbe, hogy nem tudta megfelelően kifűteni az otthonát. Évzáró az Erste Ligában sporttal folytatjuk. Magyarországi mérkőzésekkel zárták az évet az erdélyi csapatok a Jégkorong Erste Ligában. A 3-3 mérkőzéses sportjából a Csíkszeredai Sportklub jött ki a legjobban, hisz mindhárom találkozóját rendes játékidőben megnyerte.
Magyarországon turnézott a három erdélyi csapat a Jégkorong Erste Liga keretében 2023 utolsó napjaiban. A Csíkszeredai Sportklub, miután nagyon döcögösen kezdte az idényt, úgy tűnik mostanra ismét formába lendült, mert mindhárom mérkőzését magabiztosan megnyerte. A sort a dunaújvárosi Acélbikák otthonában kezdte, itt 4-1-es sikert aratott, majd egy még meggyőzőbb győzelemmel folytatta, a miskolci DVTK Jegesmedvéket 7-1-re fektette Kétvárra. A harmadik mérkőzés Debrecenben a Deac otthonában játszotta, itt ismét 4-1-re nyert, így a kiszállást 9 ponttal és összesítésben 15-3-as gólkülönbséggel zárta. Sikeres sorozatot tudhat maga mögött a brassói Korona is, amely ugyancsak 3 győzelmet szerzett. Székesfehérváron a FEHA 19 ellen azonban ehhez hosszabbításra is szüksége volt. Itt a rendes játékidő végén 2-2 volt az eredmény, a végelszámolásnál azonban 3-2-re győzött. A következő két meccset azonban már rendes játékidőben nyerte. A dunaújvárosi Acélbikák ellen 3-0-ra, az UTE otthonában 4-3-ra győzött, így 8 ponttal zárta a sorozatot. Egyre nehezebbnek tűnik a címvédés a Gyergyói Hoki Klub számára, amely 4 pontot gyűjtött a lehetséges 9-ből az évvégi kiszálláson. Az UTE otthonában még nyerni tudott 5-3 arányban, a folytatás azonban kevésbé volt sikeres. A Ferencvárostól 5-2-re simán kikapott, majd Miskolcon a DVTK Jegesmedvék elleni mérkőzésen a rendes játékidő végén 6-6 volt az állás. A hosszabbításban végül a házigazda miskolciak szereztek találatot, akik így 7-6-ra nyerték a találkozót. A tabellán az erdélyi csapatok közül jelenleg a brassói Korona foglalja el a legelők előbb helyet, 11 mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt 42 ponttal a harmadik helyen áll. A Gyergyói Hoki Klub ugyancsak 42 ponttal a negyedik, míg a Sportklub feljött az ötödik helyre 40 ponttal. Utóbbi két csapatnak még 10-10 mérkőzése van hátra az alapszakaszból. Időjárás jelentéssel megyünk tovább. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Minden jót kívánok, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.